Teljesen világos ezeknek az információknak az alapján, hogy mafiaszerűen, bűnszervezetben lopják az Európai Uniós forrásokat ebben a minisztériumban, vagy annak a háttérintézményében. 3 éve kicserélték az MVH-nak a vezetését, teljesen új emberek irányítják ezt a hivatalt, és az is teljesen világos, hogy 3 éve építgetik valamilyen formába ezt a szervezetet. Az látszik, ahogy Gőgös Zoltán is mondta, hogy a minisztérium, a miniszter, az államtitkár folyamatosan hazudik, hiszen ők azt mondják, hogy február óta tudnak erről az esetről. Mégis, még júniusban ezek a cégek tudtak igényelni bűnszervezetben jogtalanul ilyen támogatásokat. Valami itt nem stimmel. Tehát azt sem értjük, hogy miért csak azután került ez nyilvánosságra, azután jártak el, miután mi nyilvánosságra hoztuk ezeket az információkat. Tehát a fiktív kifizetés tavaly megtörtént, ebből lehetett tudni, hogy mely cégek azok, amelyek érintettek, és hogyha február óta tudnak róla, akkor nem értjük, hogy júniusban hogyan tudtak újra és újra igényelni. Éppen ezért a Szocialista Párt azt kezdeményező, hogy a Mezőgazdasági Bizottság hallgassa meg a minisztert, hogy tisztázhassa a politikai felelősségét, tisztázhassa azokat a kapcsolatokat, amikre Zoli is utalt, de emellett arra kértem a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökét, dr. Molnár Zsoltot, hogy ő is hívja össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, hogy tisztázzuk azt, hogy akkor mióta tudtak róla, mi csinált ebben az Államvédelmi Hivatal, hiszen talán önök is emlékeznek rá, Budai Gyula, ha jól emlékszem, azt mondta, azt hiszem ő volt, hogy az Államvédelmi Hivatal tett feljelentést ebben az ügyben, és az ügyészség ezt az információt adta. Ez biztos akkor nemzetbiztonsági kérdés, hiszen uniós forrásokról van szó, magyar földről van szó, Brüsszelről van szó, éppen ezért kértem az elnök urat, hogy tegye napirendi ponttá ezt a kérdést. A másik ennél egy egyszerűbb kérdés, hogy mikor mondatja el a Fidesz azt a sárvári önkormányzati képviselőt, akinek a cégei, vagy a családjának a cége is pluszban még érintett ebben az ügyben, hiszen eddig annyit tudott elérni, azt hiszem talán a Blik, hogy a képviselő azt nyilatkozta, a fideszes képviselő, hogy ő nem kíván nyilatkozni. Kérdezzük a miniszterelnököt, a pártelnököt, hogy lemondatták-e már, vagy lemondatják-e, tehát tervezik-e lemondatni ezt a sárvári fideszes önkormányzati képviselőt.